Köszöntöm a Trio TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Felújítják a Büki egészségházat. Az aktuális pályázatok között ez a legfrissebb támogatói határozat. Képviselőtestületi ülés helyett döntések polgármesteri hatáskörben. 339 határozat született összesen tavaly Bükön. Egy vonulásuk volt decemberben, de így is rengeteg riasztással zárták a 2020-as évet a csepregi tűzoltók. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Infrastruktúra és turizmus mentén is sikeres pályázatokat tudhat magáinak Bükk. Itt a Trio TV-ben is folyamatosan beszámoltunk a pályázatokról, így a tavaly lezárult iparterületfejlesztésről, vagy a kisebb nagyságrendű sikerek között a Magyar Falu programban nyert források felhasználásáról. A közelmúltban lezárt pályázatokról, a folyamatban lévő projektekről és a kihasználni tervezett pályázati lehetőségekről is érdeklődtünk. Ezt a megye a saját maga által meghatározott prioritásák mentén határozza meg. Ez a térségfejlesztő operatív programban volt a Széchenyi Park, amelynek a kivitelezés igaz nem 2020-ban datálódott, hanem már 2019-ben átadtuk. De aki részt vagy közelről látott már projektet, az tudja, hogy az a kivitelezés az a legkisebb része, úgymond egy projektnek. Az a nagy, meg a látható, meg a lakosság számára az érdekes, de itt vannak előkészítési szakaszok, megvalósítási szakasz és egy elszámolási szakasz, illetve egy projekt fenntartási szakasz. Ezek szorosan egymáshoz kapcsolódnak, ideális esetben ezek 2 év időtartamban be tudnak sűrűsödni, így úgymond a beadott pályázathoz képest sem fog változni, vagy változhat érdemben a mostani építőipari árak mellett a kivitelezési összeg. Ha ez minél szélesebb időtartamra korlátozódik, vagy illetve egészül ki, akkor vannak azok a dolgok, hogy a beadott pályázathoz képest jóval több többletforrást, illetve megvalósítási költséget jelent az egyes projektek megvalósítása. Elmondható, hogy ebben az elmúlt 5-6 évben, ebben a programozási időszakban, amit programmester is említett, jelentős volt az építőipari többletköltségünk, szinte mindegyik kivitelezésünk, projektünk a beadott pályázatokhoz képest, beadott összköltséghez képest emelkedett, és ez Bükk város önkormányzatának is köszönhető az elmúlt évek gazdálkodásának, hogy mindegyiket ki tudtuk egészíteni azzal a bizonyos többletforrással. Sajnos azok a települések, akik nincsenek ilyen szerencsés pénzügyi helyzetben, mint Bükk, nekik ez szinte megoldhatatlan feladatot jelent, hogy egy beadott 100%-os pályázat a megvalósítás kezdetekor kiderül, hogy csak 90%-os támogatási intenzitású. Ilyen volt szinte mindegyik pályázatunk az idejében, amit a polgármester úr is említett. Talán kronológiai haladva a második volt az orvosi műszerek beszerzése. Igen, ez a Magyar Falu. Magyar Falu program keretében. Én ezt összekapcsolnám egy harmadik pályázattal, ez pedig az Óvoda udvarnak, az ütéscsillapítónak, egy ilyen alakuló térnek a kialakítása. Ezzel az intézményvezető asszonnyal közösen pályáztunk, és sikerült megvalósítani. Ennek az átadása talán április-május környékén a vírushelyzet feloldása után valósulhatott meg. Erre közel 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást tudtunk kapni a Magyar Falu program keretében, illetve a Récementi Önkormányzati Társulás az orvosi ügyeletre tudott sikeresen pályázni orvosi eszközök beszerzésére, ez meg is valósult ez a beruházás. Az év elején még a vírushelyzet beköszöntése adott polgármester úr és a társulásnak az elelnöke, Csepregi a polgármester úr átadták ezeket az eszközöket, illetve maga a város is a saját orvosi rendelőinek a felszerelésére tudott sikeresen lebonyolítani egy ilyen orvosi eszköz pályázatot. Mind a két pályázat közel 3 millió forint értékben valósulhatott meg. Illetve a légkábel az Európa úton, hát ez közvetve vett részt rajta az önkormányzatunk. A Büki testedzőköre kézilabda szakosztálya nyújtott be a TAO pályázathoz egy sportfejlesztési programot, hogy az Európa úton található 7 hektáros területünkön, ami a Karamell mellett helyezkedik el a fürdő irányában, azon abból egy közel másfél hektáros területen egy Bükkfürdő aréna tudjon megvalósulni. Ez egy multifunkciós sportcsarnokot foglalna magába, amely nem csak a úgymond a sportturizmus érdekében tudna megvalósulni, hanem a
vén, illetve a egyes kiállítások befogadására is, akár kulturális rendezvények, koncertek, könnyű, komoly zenei előadások befogadására is alkalmas lenne. Tervező asszonynak úgy kértük a megvalósítását, a kiviteli tervek, hogy mind akusztikailag, mind nézőtéleg ezeket a rendezvényeket ki tudják szolgálni. És igen, az egészségház felújítása, ez tavaly év végén kaptuk meg a támogatói döntést, hogy az egészségházunknak a belsejét egy ilyen belső építészeti komplett ráncfelvarráson tud átesni, illetve az épületben található több tíz éves vezetékekig, gondolok szennyvízre, ivóvízre, ezeket meg tudjuk, villamos energiaellátásra, ezeket ki tudjuk cserélni, és úgymond egy korszerű, energiahatékony épületet tudunk kialakítani. Ebben segítséget nyújt is, hogy egy napelemrendszerre is sikeresen pályáztunk, és egy megvalósításra fog kerülni. Ennek a kivitelezése várhatóan ez év kora nyáron fog elkezdődni. Terveink szerint a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására azt a következő 1-2 hónapban meg tudjuk indítani, és reményeink szerint az idei évben ezt a beruházást be is tudjuk fejezni. Itt milyen összegről beszélünk? Ez nagyságrendileg egy 105 millió forintos pályázat. Ugyanúgy a területfejlesztés operatív program pályázatban, ugyanúgy az év második felében jött a jó hír, hogy Iklamberénnyel közösen pályáztunk egy turisztikai célú kerékpárút felújításra. Itt közel 200 millió forintos visszanemtérítendő támogatást tudtunk nyerni. Iklamberénynek ez körülbelül egy olyan 2-3 millió forintos kerékpáros pihenőhelyet jelent a faluház környékén. Bükknek pedig a polgármester úr által említett termálkörútnak a bal oldala fog megvalósulni, a kerékpárút és járdája, illetve a Deák Parkban a répcementi mesevilágot felidéző játszótér fog kialakításra kerülni. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan pályázatunk, amely egy olyan település részhez nyúl hozzá, amit polgármester úr említett, hogy próbálunk minden egyes település részre komplexen gondolkodni, egyik település rész sem kiemelve, sem elhanyagolva. Itt van a fürdői szennyvíz áttemelő. Polgármester is említette, hogy rengeteg pénz kell ahhoz, hogy ezeket az alapinfrastruktúrákat rendbe tegyük, illetve jó színvonalon tartsa fenn a város. Szokták volt mondani, hogy a pénz az a földben van. Hát ez a pénz is, ez egy a Kisfaludi programhoz, egy Bükkfürdő 2021 néven pályáztunk másodmagunkkal, a Bükki Gyógyfürdő ZRT-vel, illetve a Fürdő Játszóház Kft-vel, mint magántőkével. Ez egy közel 4 milliárd forintos pályázat, amelyhez a három konzorciumi partner 3,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Ebből nekünk egy olyan 314 millió forint nettóban az az összeg, amit a Bükkfürdői szennyvíz áttemelő megépítésére, illetve a fürdőn keresztül menő szennyvíz nyomóvezeték kiváltására tudtunk sikeresen lehívni. Ennek a közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van. Reményeink szerint ez a beruházásunk is az idei évben el tud készülni. Aztán egy másik szennyvíz téma. És igen. Itt van a sorban, ez a szennyvíz tele felújítása és bővítése, erről már folyamatosan beszámolhatunk, hogy ez halad. Igen, ez egy több települést érintő szennyvízberuházás. Ez egy országos pályázatnyúdú 6 nevezetű pályázat, amelynek vannak külön agglomerációi. A miénk, mi agglomerációnk jobbára Vasi Víz ZRT-hez tartozó szolgáltatóknak a Bükki szennyvíztelepre történő becsatlakozása. Több évtizedes problémát sikerült ezzel a pályázattal megoldani. Acsárnak, Meszlennek, Basszilványnak és Vátnak a szennyvízelvezet és a szennyvízét fogja a Bükki szennyvíztelep befogadni, amely nekünk azért is jó Bükk városának, hisz a meglévő szennyvíztelepnek a rendszerét automatizálja, korszerűbbé teszi, illetve egy közel 10%-os kapacitásbővítés is megvalósul. Úgy mondva a Bükki szennyvíz térséget erősítve, vagy a Bükk térségi szennyvíz szerepét erősítve ez a beruházás megvalósult. Az idei évben
a műszaki átadása fog megtörténni, úgyhogy reményeink szerint ezt a projektet is sikeresen le tudjuk zárni majd az idei évben. Ezek voltak úgy nagyjából az infrastruktúrális beruházásaink az idei évben, és ahogy a polgármester úr több részre szedte, voltak ugye a turisztikai célú beruházásaink. Igen, egy kicsit már átkanyarodtunk erre az iklemberényel közös. A polgármester úr már említette a felvezetőben, többet én sem tudok nagyon mondani róla. A nagy beruházásunk az a GINOP 713-as, ez a kiemelt gyógyhelyfejlesztési program. Az egyes kódszámú pályázat a miénk. 2016. március 16-án nyújtottuk be ezt a pályázatot. És mit most, jelent, hogy az egyes kódszámú pályázat? Ugye vannak egy ilyen pályázati konstrukciók, és a legvégső 5 számjegy mutatja azt, hogy az adott konstrukcióban hányadiknak érkezett be a pályázatunk. Tehát a büki pályázat erre a kiemelt gyógyhelyes pályázati konstrukcióra az első, vagy első számú pályázat lett, tehát elsőnek érkezett be az irányító hatósághoz. 16-ban akkor, igaz? 2016-ban. A terv viszont nem 16-os, ha jól gondolom, de ez már az első nyirat 13-ban keletkezett, 8 éve. 8 éve ezelőtt. És akkor ez hol áll ez a... Hát ez most ugye a felvezetőben, vagy így a beszélgetésen én említettem, hogy az a jó projekt, amely 2 év alatt mondjuk a tervező asztaltól az elszámolásig meg tud valósulni. Hát ez ebből a szempontból nem jó projekt. 4-szer olyan jó lesz. Igen. Tehát 2016-ban adtuk be, a döntésre kaptunk támogatói döntés 2018-ban. Ez 1-2 000 forint híján 1 milliárd forintos támogatás összeget jelent. Nem titok, hogy ez a beruházás olyan 2,5-2,6 milliárd forintból fog megvalósulni. Tehát jelentős többletforrást igényel Bükkváros önkormányzatától, hogy ez a fürdőfőtér kilátóstól mindenestől elkészüljön. Az aktuális, most zajló, a közelmúltban lezárt és a tervezett büki pályázatokról a teljes stúdióbeszélgetést láthatják nézőink itt a Trió TV-ben, ezért is tartsanak velünk. Most pedig közélet, maradunk Bükkön. A veszélyhelyzet okán nem ülésezhet a képviselőtestület, Bükk sem kivétel. A testület 176 határozatot hozott tavaly, 163-at pedig a polgármester, de természetesen egyeztetve a képviselőkkel. Hogy milyen döntések voltak aktuálisak, azokat vette sorra kérdésünkre dr. Németh Sándor polgármester. Ha az egész évet nézzük, akkor egy normál évnek tekinthető, hogy 339 határozat született, amit, hogyha megbontunk, akkor majd egy különleges évnek tekinthetünk, hiszen 2 alkalommal hirdetett veszélyhelyzetet a kormány, és abban az esetben a polgármester gyakorolja a képviselőtestület hatáskörét, és 2 olyan periódus volt az évben, amikor a képviselőtestület normál ütemben, menetrendben ülésezett, akkor az ő határozatai voltak a mérvadóak. A 2020-as évben, tehát a 339-ből 176 határozatot a képviselőtestület hozott azokban az időszakokban, tehát az év elején, illetve a nyáron, amikor ülésezhetett, és 163-at pedig a polgármester, amikor nem ülésezhetett a képviselőtestület. Ilyen esetekben tulajdonképpen intézmények átszervezése, vagy nagyobb horderő döntés, adósságot keletkeztető döntés vonatkozásában nem hozhat döntéseket a polgármester, de gyakorlatilag minden más esetben igen. Tehát a normál ügymenet, a normál döntések nem tűrnek halasztást, és ezért a polgármester hozta ezeket. Tehát azokat a döntéseket, amelyek az elmúlt egy hónapban születtek, tehát november 4-én hirdette ki a második veszélyhelyzetet a kormány, és azóta az év végéig eltelt időszakban a következő ügycsoportokban születtek döntések. Hát ugye kellett a normál napi működéssel kapcsolatos döntéseket is hozni. Gondolok itt arra például, hogy az óvoda bezárással az év végén azzal kapcsolatban kellett egy személyben döntést hozni. Aztán a Parkom Kft-vel, mint 100%-ban önkormányzati cégnek az ingatlan hasznosításával, vagy vagyontárgy eladásával, konkrét egy gépjármű eladással kapcsolatban, vagy az üzleti tervének az elfogadásával kapcsolatban kellett döntéseket hozni. Ugyanúgy a Büki Gyógyfürdő ZRT közgyűlésével, amit eredetileg a képviselőtestület adott felhatalmazást, az most a polgármester egyszemélyes döntése volt, hogy képviseli a társaság közgyűlésen az önkormányzatot, és
a Turinform irodának a bérleti szerződése. A másik nagyobb csoport az a beruházásokkal kapcsolatban történt. Az év végén nagyobb beruházás volt a Soproni Vízműnek átadott 3 millió forint, amelyel a telephelye előtti járdaszakaszon közterületen elvégzi a csapadékvíz csatorna kiépítését, illetve a Büki testedzőköre Európa út mentén a földkábel kiépítését légkábel helyett. Ott egy részelszámolást kért a 35 milliós pályázatból, 15 millió forinttal számolt el ebben az évben. Továbbá a ipari terület célú ingatlanok eladását kellett most megvalósítani ebben az időszakban. A másik ügykör, ami szintén gyakorlatilag bizottsági feladatkör, a segélyeknek a kérdéskör, ez a Humánpolitikai Bizottság feladata alapban, de ő sem tudott ülésezni, hogy a képviselőtestület sem. Így a segélyek, úgy mint a gyógyszer, a rendkívüli segélyek, vagy a temetési segélyeknek a kiadása szintén a polgármester feladata volt. A 32 segélyt osztottunk ki, körülbelül 300 000 forint értékben az utolsó egy hónapban, ami azért jelentős szociális kiadás, és 44 kérelmezőnek adtunk szociális tűzifát ugyanebben az időszakban, tehát a téli tüzelőt ennyi család számára biztosítottuk. Aztán szintén szociális, vagy inkább oktatási, ugye a Burza Hungarika ösztöndíjpályázat, amelyhez minden évben csatlakozik az önkormányzat. Arról még a képviselőtestület döntött, hogy az idejében is csatlakozunk, és ugye ez egy 10 hónapon keresztül 5000 forint értékű juttatás a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, akik nappali rendszerben tanulnak, idén 3 hallgató kapott ilyet. Szintén 3 volt a lakás kiutalás, amely a lakásbérleti szerződéseknek a megújítása pályázatnak a kiírása volt. Ugyanez ebben az évben is fiatal házasoknak egy támogatást adtunk, illetve adott a polgármesteri határozattal az önkormányzat ebben az évben. A döntéseket természetesen úgy hozzuk mindig, hogy a képviselőtestület tagjaival e-mailen is telefonon konzultálunk, de ebben a veszélyhelyzetben a polgármester hozza a döntéseket, és hát ennek a feladása igaz így marad, mert minél előbb bekövetkezik, és ahogy normál esetben kell, a képviselőtestület egy tulajdonképpen veszi át az irányítást a település fölött. Acsádra és Szakonyba vonultak sokat a csepregi tűzoltók 2020-ban, meg persze Csepregen és Bükön is adódott munka. A tűzesetek között 16 volt szabadtéri tűz, meg műszaki mentéshez is vonultak többször, és téves riasztások is adtak munkát. Állati feladatok is adódtak, kecskét és kutyát kellett menteni. A december hónapot és az egész 2020-as évet összegeztük a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével. Hát érdekesen alakult az éves statisztika, december volt a legjobb tűzoltó szempontból, mi szempontunkból is csak egy riasztásunk volt, az is a hónap elején egy baleset következtében személyisérüléssel nem járó pályánagyásos baleset volt, és így gyakorlatilag megúsztuk a december hónapot, ami azért az éve nem volt elmondható. Mert hogy alakult? Esetleg rekord is dőlt? Negatív rekord? Majdnem rekord dőlt. 19 éve működik a tűzoltóságunk, és 2021-ben ünnepeljük a 20. évfordulónkat majd. És a második olyan esztendőnk volt, ahol legmagasabb riasztásszámmal, egészen pontosan 91 riasztásszámmal rendelkeztünk. Átlagosan 70 és 80 között szokott mozogni, most 91 riasztásunk volt, amiből 29 tűzeset volt, 40 műszaki mentés és 22 téves jelzés volt ebben az esztendőben, amit a tűzoltóink kaptak. És ezen belül érdekes a havi bontásban is, hogyha részletezzük őket, a december, mint már mondtam, volt a legjobb statisztikai szempontból, is csak egy riasztásunk volt. Ezt követte a május és a június, de a szeptember kimagaslóan magas 11 riasztással, és 4 hónapunk volt, amikor 10-10 riasztásunk volt havonta, és így alakult, így jött össze a 91 riasztásunk ebben az esztendőben. 29 tűzesetünk volt, 40 műszaki mentésünk és 22 téves jelzésünk, de település megoszlásban is érdekesen alakult az előző esztendő, hisz 36, illetve 39 riasztás volt Csepreg közigazgatási területén, majd ezt követően, mint minden éven sajnos most már hosszú évek óta Bükk
bár most nem olyan közelségben volt Cseprekhez, mint előző években, hisz fej-fej mellett szokott ez a két település idézőjelbe versenyezni a riasztások számáért, most a felével 16 riasztással riasztáshoz kellett vonulnunk Bükk településre. Kiemelkedően magas a kis települések közül Acsádra való vonulásunk, és Szakony település, amelyik 7-7 riasztást vont maga után, emellett Tormásligetre, Simaságra 5 alkalommal kellett vonulnunk, valószínűleg átkozott település, mert ma évek óta nagyon sokat kell vonulnunk Simaságra, baleset és tűz miatt is, ez idén sem volt másképpen, tehát mondom 5 alkalommal kellett mennünk. És a tűzoltóinkról is néhány szót, 673 tűzoltó, hogyha azt egy személyre bontanám, akkor 673 alkalommal vonultak, vagy jöttek be riasztásra a tűzoltóink, és ez több mint 93 óra mentési időt vett igénybe az előző esztendőben, 93 óra 19 perc egészen pontosan a mentésben résztvevő tűzoltóknak az időintervalluma. És akkor a tüzekről egy picikét hadd ejtsek szót, mert érdekesen alakult a statisztika, de előtte a napszakok megoszlása, ami szintén számunkra most egy új érdekes kimutatásként jelentkezett, a nappali, tehát a 6 óra és 14 óra közötti időszakban. Illetve 14-től 22 óra itt a időszakban 40-40 riasztásunk volt, és éjszakára csak 11 riasztás esett. Hát az sem kellemes, amikor mondjuk a hajnali 2-kor megszólal az embernek a riasztója, de még így is nagyságrendekkel kevesebb, mint a nappali és a délutáni időszakban keletkezett riasztások száma. Érdekes összehasonlítás, hogy a délelőtt és a délután azonos riasztás számba vonultunk mind a két időintervallumban. Ez egy picit szokatlan, hiszen mert azt gondolom, hogy délelőtt dolgoznak az emberek, és nincsenek otthon. És a délután vagy a kora esti időszakra esik a több riasztás, de 20-ban ez a statisztika egy picit másképp alakult, most megegyezett ez. És akkor a tüzekről. Hát évente, vagy ebben az évben nagyon sokat beszélgettünk a helyszíneken, kint akár Csepregen tűzoltóságon beszélgetéseink során a szabadtéri tüzekről. Hát a szabadtéri tüzek vitték a messze a prímet most 2020-ban a 29 tüzesetből, hisz 16 szabadtéri tüzesetünk volt, ami a szabálytalan, ez majdhogy nem mind a szabálytalan égetés következménye volt. 5 esetben volt lakóház tűzünk, ebből sajnos 2 Csepregre esett, mind nagy értékűek, tehát mind nagyon nagy anyagi kárral járók, akár a Tormásligeti, akár a Bükid, akár a két Csepreg esetet is vesszük figyelembe, és emellett pedig kémény tűzünk is volt 3. Nem hiába mondjuk minden évben és minden alkalommal, amikor lehetőség nyílik, hogy a tüzelésre nagyon fontosan nagyon vigyázzanak, hisz a lakóház tüzek is részint figyelmetlenségből, részint pedig a tüzelőberendezésből kiinduló tüzek voltak. Mind az utolsó tűzünk is, ami éppen Bükön volt, egy tetőtér kéményből származott tetőtér tűz. A műszaki mentések területén pedig a gépjármű balesetek, a közúti balesetek száma, amelyik magas, a 40 riasztásból 17 gépjármű balesetünk volt az elmúlt esztendőben. 7 fakidőlés, szerencsére a viharos időszak elkerült a térségünket. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy kis fellélegzés, mert igen, nem volt igen, annyi viharos szezon. A térségünkből, tehát hogyha messzebb, távolabb tekintünk, akár Épcela környéke, akár Celdemel környéke, vagy az őrségben, azért ez évben a nyári viharok nagyon sok munkát adtak a tűzoltó kollégáknak. Mi ezt 7 riasztással megúsztuk, ezek Csepreg térsége, és hát az útvonalak mellett akár Acsád felé az erdős részen is több alkalommal volt, ugye ebből 7 volt, és amiről még szintén sokat beszélgettünk az elmúlt esztendőben, és nagyon fontosnak tartjuk, az a szénmonoxid érzékelők, és ezében 4 esetben jelzett be ugye a szénmonoxid érzékelő, hogy a nem jelenléte valószínű, hogy komoly gondot okozott volna a lakóházakban, vagy illetve a bent élőknél, egészségkárosodás nélkül nem úszták volna meg valószínű. Tehát azt lehet mondani, hogy minden 4 esetben valós volt a CO érzékelő bejelzése, minden 4 esetben értéket tudtunk mérni mi is, és minden 4 esetben emberértéket mentett meg a szénmonoxid érzékelő, és nem hiába kérjük a tisztelt lakosokat, hogy igenis vegyék komolyan
tüzelőberendezéseiket, és ha lehetőségük van, akkor szereljenek fel otthon szénmonoxid érzékelőt, hisz megéri, a példa is igazolja. Segítségnyújtásra a mentős kollégák 3 alkalommal kértek segítséget, ezek vagy túlsúlyos személy, vagy olyan helyről való kimenekítés, kiemeléshez kértek segítséget, ahol nehezen hozzáférhető és nem megoldható mentős kollégák által a személyek kiemelése és elszállítása, ez Bőbe, Bükön és Csepregen volt egy-egy alkalommal. Állatmentésünk nem gyakori. Azt külön felírtam, hogy rákérdezzek, mert azért voltak ilyen esetek. Igen, akkor megelőzem, hogy ez évben 2 alkalommal kellett mentenünk, egy kecskét kellett kútból mentenünk, Viktort, és egy kutyust kellett kútból szintén, a kútban ott víz is volt, és hát utolsó időpontokban érkeztünk ki, hál' Istennek kutyust még élve, és mindenféle, a stresszet leszámítva, mindenféle egyéb baj nélkül ki tudtuk menteni. A kecskénél más volt, az a száraz kútba esett bele, ott a termete miatt volt egy picit nehézkesebb a műszaki mentés elvégzés, de azt is megoldották a tűzoltó kollégáink. És 7 esetben úgynevezett egyéb riasztás, amelyik egyik kategóriában sem fér bele. Itt ajtónyitások voltak, ajtónyitáshoz kértek akár a lakosok, akár a társszervek, mentők, rendőrök segítséget. Sajnálatos módon itt volt halálesetet, amit halálesetet fedeztünk fel. Ajtónyitást követően a bent lévő lakásban már elhalálozott személyt találtunk, és adtuk át a rendőrségnek, illetve a mentőknek, bár ott a mentőnek már sodróva nem volt. Emellett még gázcsónk törés volt egy elhagyásos balesetből kifolyólag, amiben sem a gépjármű, sem a vezetője nem sérült meg, ugyanakkor egy út mellett egy szabad területen álló gázcsónkot tört el, ez simaságon történt szintén, és oda kellett beavatkoznunk, ott kellett elszorítani, elzárni a gázt, mert elég komoly gázömlés volt, és hát tudjuk, hogy a gáz nagyon mennyire robbanás veszélyes. Kedves nézőink, a büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!